A 2022-es országgyűlési választást külföldről befolyásoló hálózat ma is aktív, és az ukrajnai háború eszkalációjáért dolgozik. Ez derül ki a Szuverenitás Védelmi Hivatal jelentéséből, amely azután készült, hogy megvizsgálta azokat a felvételeket, amelyeken a baloldal tiltott külföldi finanszírozásában érintettek beszélnek a választások befolyásolásáról. A hivatal megállapította, hogy a datadat csoport már Karácsony Gergely 2019-es kampányában is jelen volt. Azt is írták, a datadat visszajött a magyar választók adataival. A jelentés szerint nem a hazaiak kerestek külföldi támogatót, hanem a külföldiek keresték meg őket titani is vendégünk folytatja. Lánci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Érzek némi szimbolikát abban, hogy pont ezt a témát választották az első jelentés témájául, ugyanakkor adta is magát, hiszen e nagyon sok volt a kérdőjel és a találgatás. Ja, nem szimbolumokba gondolkodtunk, hanem volt egy konkrét ügy. Januárban megjelentek mm. olyan videók az X közösségi platformon, amelyen a datadat csoport mögött álló Action for Democracy nevű amerikai eh, amerikai Magyarokat, illetve amerikai állampolgárokat tömörítő szervezetnek a tagjai beszéltek arról, hogy hogyan zajlott a 22-es kampányfinanszírozás. És mi arra tettünk kísérletet, azt vállaltuk, hogy megpróbáljuk föltárni ezeknek a videóknak a hátterét. Az, az, az látszott, hogy ez, ezek részletek egy nagyobb anyagból és kísérletet tettünk arra, hogy megismerjük a teljes és vágatlan anyagot. Na most ezeknek az információknak most már a birtokába vagyunk, és nagyon érdekes dolgok derültek ki. Először is az, mint ahogy az előbb elhangzott, hogy itt nem csak a 22-es választások befolyásolásáról volt szó, ez egy nemzetközi szervezet, amelyben benne van a Datadat, az Action for Democracy, és ez a hálózat, nevezzük így, ez a hálózat, amely a magyar és a közép-európai politika befolyásolására törekszik, ez legkésőbb 2019 óta már működik. Tehát már ott az önkormányzati választásokon Föltüntek is. Föltüntek a kampányában is, így van, és, és amiről még nagyon fontos szót ejteni, hogy a szereplők arról is beszélnek, hogy a 22-es kampány után ők nem függesztették fel a tevékenységüket tehát ők ugyanúgy operálnak, működnek tovább. Az is kiderült, hogy itt nem pusztán Magyarországról van szó, hanem egy olyan közép-európában működő hálózatról, amely a szlovák és a lengyel választásokon is kísérletet tett a választások befolyásolására. Szlovákiában, mint ezt a szereplők ismerik, már nem volt idejük igazából a hálózatot rendesen képíteni, a tevékenységüket nem tudták rendesen lefolytatni, de Lengyelországban például sikerrel jártak. Arról is beszélnek a szereplők, hogy ők nem pusztán választási eredményeket, hanem, hanem ezeknek az országoknak a belpolitikáját akarják befolyásolni, méghozzá a saját ideológiai és legfőképpen gazdasági érdekeik mentén. Ezekről is bőven beszélnek, és hát eléggé riasztó és cinikus képet fest az egész hálózatnak a működéséről az, amit megtudtunk és ami kiderült. Arról is beszél egyébként a hálózat egyik prominens személyisége, Wesley Clark, korábbi NATO tábornok, hogy ennek a hálózatnak kifejezetten érdekében áll például a jelenleg zajló orosz-ukrán háborúnak az eszkalációja, és hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez a háború tovább folytatódjon. Egészen döbbenetes cinizmussal beszél arról, hogy ennek a hálózatnak milyen érdekei fűződnek ennek a háborúnak a folytatásához, és hogy mindent el fognak követni annak érdekében, hogy más, tehát Magyarországot, a térségbeli országokat, meggyőzzék, nevezzük így, meggyőzzék arról, hogy ezt a háborút érdemes folytatni. Itt a pénzről is szó van a jelentésben. Erről mit lehet tudni, mekkora összeg, hogyan érkezett Magyarországra, magyarországi szereplőkhöz? Több részletben, de összesen 4 milliárd forintnyi támogatás, nevezük így, támogatás érkezett az ellenzéki pártokhoz. Ezt ugye rége, korábban már a Niknek a, a Nemzeti Információs Központnak a jelentése föltárta. Ez megerősítést nyert, a szereplők maguk is elismerik. Ami nem volt egyértelmű, hogy honnan jött a pénz. Korábban volt egy történet, egy mese arról, hogy hát ezek mikroadományok, amelyeket lelkes külföldi, magyar származású, de külföldön élő emberek adtak össze. Most pont az egyik, a hálózat egyik tagja arról beszél, hogy hát itt a mikroadományok a hideg vízre se lennének elegendők, és egyértelműen megnevez egy nagy donort, meg megneveznek egy nagy donort, akit úgy hívnak, hogy Soros György. Tehát nem a hivatal állítja, hanem ezt a szereplők saját szájukkal mondják el, hogy itt elsősorban Soros György áll ezek mögött, az úgynevezett adományok mögött, amely nem adomány, hanem egész egyszerűen tiltott kampányfinanszírozás. Itt azt mondta, hogy ez a hálózat ma is aktív, ez ugye hamarosan ismét választások lesznek Magyarországon. lehet -e tudni, hogy mondjuk a közelmúltban a közelgő választásokkal kapcsolatban Történt-e bármilyen ö, mozgolódás, tevékenység, akár pénzmozgás, illetve a közelgő választások hát tisztasága, az ö, veszélyben van-e, vagy lehet -e erről, vagy kell-e erről beszélni ilyen helyzetben? A jelentés kockázatról beszél, és fölhívja a magyarországi jogalkalmazóknak és az illetékes szerveknek a figyelmét, hogy nem ért véget ezeknek a szervezetnek. A hálózatnak a tevékenysége nem fejeződött be 22-ben. A szereplők világosan elmondják, hogy amit megkíséreltek 22-ben sikertelenül, ezt a tevékenységet ők tovább folytatják. E, tehát mi fölhívjuk a figyelmet arra, hogy e, itt bizony, ez, ez a befolyásolási kísérlet nem ért véget, és ennek a hálózatnak a mozgását, tevékenységét fokozottan kell figyelni. Említette, hogy. Arról is beszélnek a szereplők, hogy nem csak, az, nem csak pusztán az a cél, hogy kormányváltás legyen, hanem ezen túlmutat ennek a szervezetnek vagy hálózatnak a tevékenysége. Arról beszéltek el a szereplők, hogy miután egy adott országban mondjuk megfelelő támogatásokkal elérik azt, hogy egy olyan politikai erő kerüljön hatalomra, amely az ő nézeteiket, nézeteiknek kedvez, hogy utána mi következik. Hát egyértelmű. A befolyás szerzés az elsősorban gazdaság és politikai előnyökre váltás. Tehát megtörténik a gazdaság és politikai előnyökre váltása. Például beszél arról az egyik szereplő, hogy Romániában nagyon, számukra nagyon kedvező kormányzat van, még az is elhangzik a beszélgetés során, egy kérdező felteszi azt a kérdést, hogy de hát, hogy ott, ott elég nagy a korrupció, mire az illető közé hogy hát azzal nem kell foglalkozni, hát az, az, az teljesen rendben van. Ezzel sejtetve a, ennek a hálózatnak a célját. Tehát gazdasági előnyök, másik oldalon pedig a háború. Tehát és azt gondolom, hogy ha, tehát most kampány van, választásokra készülünk, figyelni kell, hogy nehogy a választások tisztaságát bármi sértse, de azt gondolom, hogy itt zajlik egy másik történet, egy háborús készülődés, és ez a hálózat kifejezetten abban érdekelt, hogy kelet-európai, közép-európai országokat ebbe a háborúba belelökjön. Elmítette, hogy felhívják a jogalkotó figyelmét arra, hogy, hogy a közelgő választásokkal kapcsolatban vannak kockázatok. Ugye van szuverenitás védelmi törvény. Mit gondol, hogy látja, hogy ez elegendő jelenlegi szabályozás, vagy esetleg érdemes erről a jövőben tovább gondolkodni, hogy további jogi védelmet kapjon a magyar az jó biztos. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, és az országgyűlés előtt van egyébként egy határozati javaslat, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel és bár ennek a szavazására majd később kerül sor, de amennyiben elfogadja az országgyűlés, akkor a szuverenitás védelmi hivatalt arra fogja felszólítani, kérni pontosabban, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet Magyarországnak a jogi védelmét megerősíteni, a szuverenitás védelmét megerősíteni. Amennyiben ezt a felkérést a hivatal megkapja, akkor meg is fogja tenni ezeket a javaslatokat. Elnök úr, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm.